Ha szeretnél videókat készíteni, egy nagyon jó programot mutatok ma be. Ez nem más, mint a Wondershare Demo Creator. Egyszerre használhatod képernyőrögzítésre és videószerkesztésre. Mivel nagyon egyszerű kezelni, kezdőknek jobb, mint az OBS. A napokban én is elkezdtem használni a Demo Creator-t, nézzük, hogy mit tud. Ha megnyitjuk a Demo Creator-t, akkor itt láthatjuk az összes opciót, amit csinálni tudunk ezzel a programmal. Az első az egy minden az egyben képernyőrögzítő. Hogyha erre rákattintok, akkor már is itt megjelenik a gyönyörű szép arcom. Sziasztok! És itt látunk most minden beállítást, a képernyő felbontást, hogy milyen hangeszközeket használjon, ugye a System Audio, ami a rendszer, illetve a mikrofon, valamint a webkamera, és kiválaszthatjuk azt, hogy ha megvan a rögzítésünk, akkor azt szeretnénk szerkeszteni utána, vagy pedig egyből szeretnénk kiexportálni és egy videófájlt kapni belőle. Hogyha itt a rögzítés gombra kattintok, már is elkezdődik a felvétel, hogyha ez a visszaszámláló lement. Most már bármit csinálok a gépen, azt rögzíti, és hogyha az F10-zel én ezt leállítom, akkor ugye eltűnt a kis overlayünk, és már is megnyílik a videószerkesztő. És akkor itt is van egy kis felvételünk, ugye láthatjátok, hogy a kamerát és a képernyőt azt egy külön layerre rögzíti, úgyhogy mondjuk meg tudom csinálni azt, hogy a kamera az nagyobb legyen, kicsit bezumolhatunk ide a képernyőbe is, és ha bármikor úgy érezzük, hogy nekünk szükségünk van egy újabb felvételre, akkor itt a rögzítésnél bármikor csinálhatunk még egy újat. Van itt még a virtuális prezentáló, amire hogyha rákattintok, akkor megjelenik itt egy virtuális karakter, ennek egyébként a mértét lehet itt állítani, akár a pozícióját is, mondjuk oldalra tehetem magam, vagy hogyha nem szeretném, hogy a rendes kamerám is látszódjon, akkor így ki tudom kapcsolni, és már is csak a virtuális karakter látszik, tudok integetni, amit hogyha láttok így... teljesen leutánozza az én mozgásomat. Például ez szerintem tutoriál videóknál nagyon jól tud kinézni. És ott van még a játék felvétel, ez is nagyon egyszerűen használható. Kiválasztjuk a játékot, most nekem itt éppen fut a Fortnite. És szerintem nagyon jó funkció egyébként, hogy akár 120 FPS-re is lehet videót rögzíteni, hogyha a géped ezt bírja. Majd, hogyha elindítom a rögzítést, és visszamegyek a játékba, kicsit mondjuk kisebbre veszem az arcomat, így is arrébb rakom, és így már is tudok teljesen jó minőségben játékot rögzíteni. Itt vannak még további opciók, tudok hozzáadni egy markert, ami megkönnyítheti a dolgomat videószerkesztés közben, tudom szüneteltetni a rögzítést, valamint tudom törölni ezt a mostani felvételt és újat kezdeni, és le tudom állítani. És csak úgy, mint az előbb, leállítás után ezt is egyből tudjuk szerkeszteni, ahogyan csak szeretnénk. Van itt rengetegféle áttűnés, láthatjátok, hogy több mint 200 áttűnés található itt. Tudunk rakni a videóra például szöveget is, hogyha mi úgy szeretnénk. És ha ez még nem lenne elég, akkor vannak itt további zenék, amiket ingyenesen, copyrightmentesen fel tudsz használni. Ezt ide be is tudom húzni, és amit letölti, már is hallatszódni fog a videóban. Ha pedig kész van a videó, és szeretnéd feltölteni, akkor itt, ezt az export gombra kattintva megteheted. Ha nem dolgoztál egy videószerkesztő vagy képernyőrögzítő programmal, akkor a Demo Creator egy nagyon jó szoftver a kezdéshez. Minden kezdő tartalomgyártónak nyugodtan tudom ajánlani. Sőt, eléggé kultúrált árazással is rendelkezik. A legdurvább örökre szóló csomag egyszeri 70 dollárba kerül. De vannak havi, valamint éves előfizetések is, ha azok neked jobban megfelelnek. Köszönöm a Wondershare-nek, hogy támogatták ezt a videót, valamint köszönöm nektek, hogy végignéztétek. A link a Demo Creator-höz ott lesz a leírásban. De én mára mentem, Andris voltam. Sziasztok!